Tiszteltel köszöntöm Önöket az Index.hu és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai jegonnal. Mai vendégem közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke, volt Péter Ákos, örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy, hogy itt van. Az elmúlt... 33 évben olyan rosszul soha nem ment, hogy ne legyen lehetőség a gazdaságpolitikának egy nagyot ígérni. Volt ugye itt már minden bécsi cukrászdanyítástól erről bevezetéséig számtalan dolgot hallottunk, azt is, hogy hogy fogjuk megelőzni majd 2030-ra Ausztriát. Erről most már nincsen szó, de Nagy Márton gazdaság gazdaságfejlesztésért felelős miniszter most azt mondta, hogy az Európai Uniós átlagát fogjuk megközelíteni, annak a 90%-át fogjuk elérni 2030 -re. Ez egy újabb ígéret. Ez is nehezen lesz számon kérhető. Mit jelent? Hát megy az ember az utcán 30-ban nyáron, és akkor azt mondja, hogy hopp, most értem utol az Európai Unió akkori tagságának, a GDP-nek, PPP-n számolva 90 át és akkor át kell az ebrán, és már is jobban érzi magát. Életszerűnek tűnik. Igen, ez életszerűnek tűnik. És a valóságban ez mit jelenthet? mi, mi, mi az Európai Unió ö, 90%-os gazdasági fejlet. Óráról jövök, és nekem tele van a fejem ezekkel a mutatókkal, és a nézőket szerintem hagyjuk békén ezekkel. Már most azért is, mert semmi se stimmel, tehát a bruttó hazai termék, amivel mérik az ország teljesítményét, az egy kicsit más mutat, mint amit érzünk, az a nem a nemzeti jövedelem. Amit az emberek gondom éreznek, és érezni kell, az a fogyasztás, ami ennek a nem a fogyasztási része, mert a beruházás is egy külön ügy, mások azért is, mert az, hát ha jó helyre ruházzák be, akkor meghozza majd a maga hozomát, ha rossz, akkor meg lesz a hátunkon. Szóval fogyasztás. A fogyasztás tekintve a magyar gazdaság az utolsó előtti helyen áll. És most a beszélgetés pillanatában valaki visszanézi majd 30-ba. Reméljük. reméljük. Ha igen, visszanézi 30-ba, mert... mert mert a boldog időkre majd vissza akar tekinteni. most nem mondja ezt. komolyan. Hát tulajdonképpen, ahogy az ember öregszik, minden megszépül, mert például, amikor én hivatalban voltam, és, és egy éve 10%-kal csökkent a miért nemzeti jövedelem, hát az egy borzasztó idő volt, de hát most nekem az megszépül az is. Na, szóval mindesetre én azon hogy ezeknek nincs sok értem ezeknek a mutatóknak. Az, azért természetesen, hogy egy országnak hogyan megy, azért az látszik, azt azért lehet érezni és hogyha valaki jön, megy, utazgat, akkor azt a különbséget is látja. a gyerekekkel, nekem különböző korosztályú gyerekei vannak, átmentünk Szlovéniában, és hát Zalából átmentünk, kicsit kihalt falvak voltak. Hát ugye van egy demográfiai probléma Zalába, és beléptünk Szlovéniába, és akkor azt mondták, hogy hát itt le, vannak vágva, le van vágva a fű a, a ház előtt, tehát éreztek valamit. És akkor mondtam, igen, hát a GDP-t tekintve fiaim, ugye gimnazista gyerekek, hát egy kicsit előttünk állnak 10-20 százalékot, de sosem voltunk előtt. Így szoktak Nagyon... beszélgetni az autóban, a GDP-ről? Hát, hó, hát gyerekek mindent tudnak egyébként. Hát állandóan izzégetik a telefonjukat, és akkor kérdezik. De emlékszik, hát hogy nem emlékezze. ez szerintem generációs élmény. Több generációs élmény ráadásul, hogy átmentünk Ausztriába, és azt mondtuk, hogy hoppá. Hogy ez egy, ez egy másik világ, Igen. na jó, hát a vasfüggöny túloldala. Mert akkor még volt olyan. De Szlovéniában nincs, tehát mondhatnánk azt, hogy ezek összeérő területek. Ez ugyanaz. De miért nem az? Jó, hát azért Magyarországon belül is, ugye, én Nagy különbségek. Nagy különbségek vannak, különbsége van, ugye, hát Erdély az áll, akkor édesapám még Karszagon nőttek fel, én Miskolcon nőttem, Miskolcinak értekintem tekintem magamot, ott nőttem első szerelmek, ott a gimnázium. Hát ott is voltak nagyon szegény vidékek, most visszamenve azért látom, hogy Sopron, meg Ózd, most nem akarom kiszerkeszteni a különbséget, de hát másik másik is úr tartott egy eladást nekünk, a, hogy uniós pénzek mikor jönnek. Erre a kérdésre nem tért ki, de azt viszont bemutatta, hogy az elmúlt tizenvalahány évben a budapesti egyfőre jutó GDP, ami hogy mér valamit, de mindegy, hogy mit, valamit mér, az mondjuk 156 százalék az Európai Uniós átlagnak, tehát ha akarja akar érni az Európai Átlagot, üljön fel nagy kátán a vonatra, Nagyon, jöjjön fel a városba valamilyen eszközzel, mert nem biztos, hogy jár. jár. És itt van az uniós átlag 150 százalékán. Ha elmegy Ózdra akkor meg 62 százalékán, tehát ezek számoknak nagyon nagy értelme nincsen, mert amit a miniszter úr mondott, hát az könnyű elérni egy egy buszjegyjel, sőt, ha az ember eljut egészen a 12. kerületig, akkor már ott van a 170 százaléknál. Na, ennyit ezekről a számokról. Hm. Na, persze, hogy nem erről beszélt Jó, akkor ne a számokról beszéljünk. Nem, nem Azt mondta a Budapesti Gazdasági Fórumon egy panelbeszélgetésben Én. ön. Na, igen, az, igen. Hogy Magyarország nem szuverén, rettentő nagy függésben van a környezetétől. A szuverenitásunkat gazdasági értelemben kell érteni? Abban a panelben a gazdasági pénzügyekről volt szó, és én a, én a pénzügyi szuverenitást hoztam szóba. Tehát az, hogy a Magyar Nemzeti Bank mondjuk, vagy a kormány, vagy a kettő együtt tud-e szuverén módon dönteni az árfolyamról, a kamatokról, és még válasz az, hogy nem, a monetáris szuverenitás az illúzió, ezt mondtam ott. De felsoroltam hat olyan tényezőt, aztán utána idő nem volt több, és már megálltam, és abban nem volt még külpolitikai, mert azért az nagyon izgalmas ügy. De hát például a magyar sors, ami helyzetünk függ attól, milyen a külvilágban a kamatszint, mert, hogy a magyar államadóság nagy, a legnagyobb egyébként a visegrádi országok között, sőt, az új tagországok között a legnagyobb. Pont. Ez most ugrott meg az elmúlt időszakban ilyen drasztikus, többiek... mert korábban az volt a büszkeség, hogy ez csökkentett. A többieknek ment lefele, és a miénk meg nem ment lefele. Uh -huh. És hogyha nem megy lefele, akkor idő múlva mi leszünk az elsők. A horvátok voltak előttünk, de talán melyik is lejjebb ment. A energiahár. Hát ami történik valahol a közel-keleten, vagy Oroszországban, vagy egy csővezetékkel, egy ekkora energia kitettségnél az, az függés. És a szuverenitási ügy abban az értelemben, hogy életek, gyárak, a lakás kifűtése függ attól, hogy az a három vezeték az működik-e, hogy be tudjuk-e szerezni. Akkor de mutatnám, tehát sorolhatnám az összes tényezőt, ami a magyar gazdaságot érint, és nincs a kezünkben, egyik sincs. Az eurózónában nem bent lévén, nincs emberünk ott, aki mondjuk az Európai Központi Bankban ott ülne az asztalnál, mert a Magyar Nemzeti Bank elnöke nincs meghívva, hiszen Magyarország nem tag. Pedig az euró érinti mindannyiunk életét. Tehát soroltam a tényezőket, és akkor még nem mondtam el ez a külpolitikait, hogy Hát itt azért olyan, olyan függési rendszerbe került be az ország láthatóan, amelyik, amelyik nekem nem tetszik, de ez a kisebb gond, hogy nekem nem tetszik, hanem azt gondolom, hogy nagyon bekorlátozza a mozgásteret. Tehát, ilyen értelemben a szuverenitás illúzió. Lehet róla beszélni, de főleg egy közgazdás számára maximum a kölcsönös függést lehet kimondani, amelyben sajnos hát a, függünk egymástól. A, a kő meg a tojást, ha összeütjük, mind a kettő a másikra a hatást gyakorol. De csak az egyik látszik. De az egyik nagyon látszik. Igen. A másik is, mert össze lesz kembe vele. Igen. Ugye ez történt pont Pekingben. És amire utalt az előbb, hogy itt van a függésünk egy része az energiától, azzal próbálja magyarázni mindenki a Putyinnal való kapcsolatot. Ugye a pekingi tárgyalásoknak két látványos eleme volt. Az egyik az az, hogy Putyinnal találkozott Orbán Viktor a másik pedig az, hogy a világ egyik legnagyobb bankjával, Kína legnagyobb bankjával megállapodást kötöttek arról, hogy, és akkor ezt majd, majd egyszer meg tudjuk, hogy miről. Or, miről igen. Amit tudunk, arról érdemes lesz egyébként két mondatot váltani. Ez is a szuverenitásunk kérdése, ez a pekingi látogatás? Hát minden esetre ez egy roppant különös volt. Én nem, nem vagyok ilyen béljós, de gondoltam, hogy, hogy lesz Putyin találkozás. de kiderült a program, hát azért, hogy szerveznek egy, egy konferenciát, egy találkozót a kínai új a állásáról, az nem köteles elmenni egy miniszterelnök. Még miniszter se. Hát elment egy szakértő, egy miniszter helyettes, aki ezzel foglalkozik, de ha már elmegy, akkor nem volt annyira meglepő nekem, hogy hogy az orosz elnökkel találkozott, és a, most közgazdászként ülök itt. Tehát, hogy mit gondolok, az gondolok valamit, ha kell elmondom, de ugye alapvető, alapvetően közgazdászként hogy azt kell mondani, hogy Oroszország a gazdasági súlyát tekintve a világ gazdaságban olyan, olyan olasz ország méretű. A gdp ez a bizonyos bruttó hazai terméket tekintve. Természetesen Magyarország szempontjából, mint energiaforrás, nagyon fontos, különösen azért, mert ami energia igényes gazdasági szerkezetünk, a rosszul szigetelt házaink, a regecske autóparkunk mellett a magyar energiafogyasztás nagy, nagyobb, mint az európai át. Na, azt kellene utolérni ebben a nagyminiszter úrnak az energia hatékonyságban, mondjuk a 90 minek? Az Unió 90 át Erről nem beszélt pont. Ma, már nyugodtanban ülnék itt. És emiatt ez függés, bizonyos értelemben. Na most, hogy ezt a függést, ez, ez örökség, erre azt mondom, hogy nem. Hát az észtek, azok rajta lógtak a szovjet rendszerrel, aztán leváltak. Még a németek is leváltak, pedig igazából 25 évet fektettek bele abba, hogy az orosz gáz, olaj, stb. energia az fogja a német gazdaságot hajtani. Nem volt könnyű döntés és le is ültette a német gazdaságot, mint egyébként a Baltikumba is a tavaly előtti év az nagyon szudaré volt, de túl vannak rajta. Ezt a feladatot elvégezték. Vehetnek majd még a következő Oroszországból, a következő vezetőjétől, aki ellen nincsen nemzetközi elfogadási parancs. Tehát egy új Oroszország. El tudom képzelni. Volt ilyen, amikor én voltam ipari miniszter, az első utam egyike egyébként a Szovjetunióba vezetett, mint ipari miniszter, és hát ott tárgyaltam az a szovjetekkel, mert olyan is volt, az oroszokkal, és aztán mondták, hogy ha akarok olajat, akkor tárgyalak Tatarisztánnal, de oda már nem én mentem, hanem a OKGT, vagy most molnak nevezik. És akkor valami történt, tehát pedig megalapozhatta volna a türk tanács létezését. Jó tatárlátogatással. Én édes, édesanyám édes eh, iskolán nőttem fel nyelvészetileg, bár vannak, vannak török eredetű szavaink, az alma, olma, de az a kezi vízi, ami együtt halásztunk a finnekkel, az azt mutatja, hogy ez egy, ez egy ősibb kapcsolat. Ha már nyelvvel foglalkozik egy rezsim, az egy nagyon nagy probléma egyébként. Steiner társnak is voltak nyelvészeti tanulmányai, nem tudom, hogy jutott ez eszembe. Menjünk ha. tovább. <laughs> szóval... Talán a törk tanácsról, de most ezt engedjük el. Adjuk. Szóval vannak függéseink, de ezektől meg lehet válni. Csak pénzbe kerül. Erőfeszítésbe kerül. És őszintén szóval azt gondoltam, 30 évvel ezelőtt, mikor fiatal voltam, lobogóhajú, naivabb, és ipari miniszter, hogy az a folyamat, hogy megépítjük a vezetékeket, hogy a, a Baumgarten összekötjük a hálózatokat, és hogy elkezdjük lefogyasztani az áramszámlát, azért az 20 30 év, hát 30 éve nem gondoltam, de ugye 15-20 év alatt elérünk oda, hogy a magyar gazdaság energiafüggősége kisebb legyen, és diversifikálva. A diversifikálás azt jelenti, hogy ha akarom innen, ha akarom, onnan veszek. Most persze, hogy tudja az innen, hogy onnan is tudok venni, akkor nincsen már, függ, az nem függőség, az már egy alkú. Mert azt mondom, hogy hát nem rossz ez az ajánlat, majd holnap visszahívlak. Na, ugye akkor érzi a kuncsaft, hogy ez túl, túl. Most telefonál máshova. Igen. Én. És akkor azt mondja, bocsánat, hogy jöjjön vissza. Nekünk még el, nincs vagy... hova telefonálunk. Hát csak Putyint Most lehet hívni. Most már egyre kevesebb, mert ez a, az a az a fénykép vagy a fotó, az, ami vizuálisan nagyon nagy hatást rakolt, gyakorolt rám is, azért az az bejárta a világot. Azt tegnap egy konferencián voltam, ahol voltak nyugat-európai politikusok is. Mondom? Amikor Putyin elnök ül és rendezgeti a papírét, és a magyar miniszterelnök is rendezgeti a nyakkendőjét, a papírját, a zsebét, és, a, és az egész szituáció, és amit, amit, ami bejárta az orosz sajtót, meg a nyugat-európai sajtót, az ugye azt üzeni képileg, hogy hát itt ez nem egy udvariassági látogatás, amire egyébként nincsen ok most a háború, egy véres háború közepén, hanem, és nem is üzleti tárgyalás, mert az, az nem is szokott zajlani. Hát ott az üzleti tárgyalásnál ott, ott nem így zajlanak. Ott vannak szakértők, ott van egy, egy nyugat, ott alapvetően már csak már csak lezárják a tárgyalást. Hát nem, nem alkudozni nem egy miniszterelnöknek kell. Nem is nagyon tud, hát nem az a szakmája. Na de akkor ennek ez mit jelent? És mit jelentett azoknak, akikkel tegnap találkozott? Én, én, Nekem az ugrott be, de hát most nem tudom, hogy jó helyen mondom-e, hogy hát most adták fel az uniós megállapodásnak az esélyét is lélegben. Hát visszamen, ugyanis. De de a... Nemrácsi Tibor pont most mondta három nappal ezelőtt, hogy hát itt vagyunk a küszöbén a Igen. megállapodásnak. Most már novemberben ezt, tényleg. Most mondta a konferencia reggelén 8 óra 20-kor, és aztán egy napra rá láttam ezt a képet, és ez a kép a kettő üti mert ugyanis az, az uniós megállapodás az jogállamiságról szól. Ezt a nézők unják, mert azt hiszik, hogy ez egy lényegtelen, de nem. Tudományos szabadság, a bírák szabadsága, a szerződések betartási értékekről is szól, tehát érté, Európa értékrendről. És hát ennek a egyik látványos szétrugás, amikor egy Európai Unióban jelentkező ország területét támadás érte, még pedig hát ugye február 24-én 22-ben nem egy, 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 kis operáció, spec operáció volt, hanem meg akarták szállni a fővárost, ugye ezt tudjuk, akarták mozdítani az elnököt, meg akarták változtatni a, a, az államformát és a határokat, ez háború. Na most Ebben a helyzetben e, történt ez a találkozó, és ez a, ez a fénykép, és ez a, ez a szituáció. Hát ez, ez vizuálisan nagyon, 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 furcsa üzenet, és azért nekem az ugrott be, de ha tévedek, akkor én, 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 én beszoktam volna a tévedéseimet, gyakran tévedünk, akkor vissza táncolok, de azt gondolom, hogy mint hogyha most engedte volna el a magyar politika, hogy nem akkor igazából eleget az Európai Uniós normáknak, mert már nem tud, nem akar. Vagy legalábbis ez a csapat nem tud. Vagy remélhetünk-e mástól hasonló támogatás mint amit az Európai Uniótól remélünk? És ugye itt van ez a kínai óriásban. Nem. Tudom, ez logikus a kérdés, és ezt azt mondta egy-két miniszter, hogy igen, higgyék el nekem, azért mondom most, de nem. Ugyanis az uniós tagság nem az a 2-3-4 milliárd euró, amit idadnak nekünk, mert szegények vagyunk. Hát ha utolérnénk azt a nem tudom mit, akkor már nem is járna nekünk a pénz, mert akkor nem lennénk annyira szegények. Ezt is hallottuk már, hogy mindjárt nettó befizetők leszünk, mert adná nem kapunk, Isten. hanem adunk. Hát adná Isten, azt jelenti, hogy akkor a mi fejlettségünk elért az uniós átlagot, és akkor onnantól ez a magyar adófizető majd árgus szemmel nézi, hogy a portugálok azok milyen autópályát építenek az én adómból, és hogy esetleg nem kanyarodik -e a közlekedési miniszternek a hasziendájához. De nem ez a lényeg, hanem az a 400 millió fogyasztó, mondjuk csak közgazdás szempontjából, az a, ha belépünk az euróvezetbe, az a, az a fizetőeszköz, 4 500 millió ember használ minden nap, hogy hozzáférünk a technológiához, hogy biztonsági hálót ad nekünk a NATO is, meg azért egyébként az önálló egyre inkább önálló tud európai, hogy szabadon utazunk, nem olyan könnyen, hogy az egyetemi diplomák azok cserélhetők, hogy ha akarom, akkor folytatom a tanulmányomat egy országgal arrébb, és ugyanúgy anyagok illetek, tehát, hogy európaiak vagyunk. Na most ezt, és, a, és, pénz is, ja, hát ez most nem a pénz, de ez, ez a legvégére teszem, mert egy fejlett ország szempontjából államnak nem kell támogatást kapni valahonnan. Hát a cégek körbenéznek is, és a bankok pedig örömmel kávét ajánlanak, konyakot, és akkor megkötik a szerződést. Szóval ezt nem tudják pótolni kínai nagy bankok. Csak azért is, hogy a Kínának a hitelbesorolása nem sokkal jobb, mint Magyarország. Tehát a kínai közepesen fejlett ország, egyfelújító nemzeti jövedelme, ez a GDP olyan, mint a miénk. Tehát ez nem ez nem, Csak hát hatalmas, és ugye állam, államszocializmus van, tehát egészen másképp működik a piac. Most máshogy Így van, így és nagy ország, tehát az, az teljesen rendben van, hogy kell velük üzletelni. Hozzáteszem, amióta a keleti nyitás van, azóta a külkereskedemi mérleg brutális mértékben romlott, tehát nem javult, romlott. Erre vannak adatok, ezt majd mindjárt előhoznám, de még ehhez az óriásbankhoz hadd kérdezzek valamit, mert volt egy kommuniké. És ez szerint az együttműködési megállapodásban, amit Magyarország kötött ezzel a bizonyos óriásbankkal, ICBC a neve egyébként, a rövidítése. Szóval, hogy ebben az szerepel, hogy infrastruktúrális és zöld projektek finanszírozásának lehetősége, valamint a kínai vállalatok teljes ellátási láncának magyarországi létrehozása. Ez azt jelenti, hogy Magyarország kínai lerakata lesz az Európai Unióban a kínai iparnak? Szükség. Az teljesen rendben van, hogy ha van itt egy vállalat, vagy sok vállalat, akkor a mögé jön egy bank. Tehát amikor a holland cégek megjelentek, akkor Ryan G is megjelent, mert a holland cégek anyavállalatai azokkal kötnek üzleteket, akkor a budapesti vagy, vagy makói gyára is akkor örül, ha kap egy, egy holland bankot. A, a német bankok is bejöttek, miután a német vállalatok itt voltak. Tehát bejönnek a vállalatok, bejönnek a bankok. Tehát ha bejönnek a kínai cégek egymás után, akkor elég logikus, hogy még egy bank, már van már bent bank, ugye, hát a Bank of China itt van, akkor még egy ilyen infrastruktúra fejlesztő, egy nagyon nagy, infrában nagyon erőteljes, igen. És akkor az ad szolgáltatást teljes értékláncban, a fuvarozás, a, a, a lakótelepépítés, a, a technológiai finanszírozás, a know-how, tehát ez egy rendben lévő dolog úgy általában úgy általában. Na most természetesen azért a mérték sokat számít, meg az is, hogy hát azok a, az, az nagy bank, ha bejön, akkor, akkor miért is, mert nagyon sok kínai gyár lesz itt, és akkor itt jön a kérdés, hogy de azok mit fognak csinálni. Mert ugye, ha IT, akkor beleütközik abba az érzékenységbe, hogy a kínai gyártmány a mögötte levő, ugye most kommunista Kínáról beszélünk, nem tudom, szabad mondani manapság ezt, hogy hát kommunist... Még annak Kín... hívja magát, kínai önmagát nevezi annak. Igen, nem, igen, tehát kínai népköztársaság, tehát nem Tájván, mert olyan is van, tehát a, a franciák például egy, egy cellagyártót, sőt egy egész gyárat építettek Dünkerknél, tájvani technológiával, és francia atomerőm által gyártott viszonylag olcsó árammal, és ott a tengervíz, ami hűti. Úgyhogy többen rendben van. Ha Debrecenbe jön egy jár, akkor nincsen tenger ott. Kezdem ezzel. És akkor a többit nem mondom, mert az sincs. Attól nem lesz tenger Debrecen mellett, mert de a kínai igen. óriásbank a pénzt hozzá. Igen, igen, de a kínai cégeknek jobb lesz a finanszírozás. És, és nekünk ez, ez az... mitől lesz jobb? Hát a, a, a működő tőke akkor nagyon fontos, hogyha az országban nagy a munkanélküliség, és ez felszívja. Hogyha a technológiai színvonal le van maradva, és az megdobja. Tehát ezért én, mikor ipari miniszter voltam, szabad szóval visszahozni azt a korszakot, akkor nagyon nagy örömmel, és hát nem kevés támogatással ide csaltuk azért azokat a nagy cégeket, mert mikor, mikor, Győr megkapta az Audit, és nem Magdeburg, az egy óriási fegyvertény volt. Nem a kormányé, mert a kormányok többet mentek, tárgyaltak, hanem hát az ország érdekében, mert Győr azóta másképp néz ki. Székesfehérvár jött a Viszteon, a Ford sokat segít, segített, meg más gyárak is. Tehát a magyar rendszerváltozásban a modernizáció ez nagyon kellett. Debrecennek, én azt gondolom, de nem vagy Debreceni, de hát azért az ember ismeri a, a, térképet, ez már nem nagyon hiányzik. Tehát, hogy kinek jó, hát a kínai gyártónak jó, hogy Európában gyárt. A német autógyárnak is jó, hogyha Európában nem túl messze tőle, hát akár tengelyen, de vagy főleg hát valószínűleg meg kell szélesíteni az autópályákat majd, de gumikerekeken odagurul ez a rengeteg akkumulátor. Tehát a német iparnak jó, a kínai iparnak jó. Ha van nagy munkanélküliség, Debrecenben van tízezer munkanélküli most ott a hivatalban, nekik is jó. Ha azonban nincs, akkor valószínűleg akkor azt importálni kell, vagy az ország másik feléről, de a magyar munkaerő nem annyira mobil, hogy mondjuk egy munkanélküli um, délbaranyai pógár, vagy egy nógrádi vannak munkanélküli területek, azok csak át tudjanak pattani Debrecenbe, eladják itt a lakásokat, ott vesznek egyet. Ha az ember belegondol ebbe, akkor rögtön rájön, hogy itt ez nem magyar munkeről lesz megoldva. Ugye az is elhangzik rendre, Nagy Márton is beszélt most erről, hogy őt idézzen megint, hogy van 250 ezer magyar dolgozó, akinek lehet állást adni, nem kell félmilliót behozni keletről, és a többiek, az a másik 250 ezer, azt mondta, a másik 250 ezer, az meg majd érkezik külföldről vendégmunkásként. De hát ez az itthoni 250 ezer, ez a, a mély deprivációban élő, gyakorlatilag teljesen képzetlen és munkára nehezen rávehető emberekből áll. Vagy pedig visszahozzuk a Nyugat-Európába távozottakat. Hát nyilván, igen, azok nem nagyon fognak visszajönni, vagy legalább, hát nem tudom, hát az én lányom visszajött, tehát vannak különböző esetek, de az igazából egy dinamikus gazdaságban van visszaáramlás is. Én valóban azt gondolom, hogy az a magyar munkanélküliség és, és ugye alufoglalkoztatottság, ez egy ronda szó, egy tükörfordítás, mint az alultápláltság, nem azt hogy alulról táplálják az illetőt, szóval az alufoglalkoztatottság is, hogy dolgozik valamit, de nem igazán azon a termelékenységi szinten. Ez azonban regionálisan, nagyon speciálisan el van helyezkedve, és ha valaki meg tudja őket mozdítani, talán a magyar kis és közepes cég, de nem egy egy nagy nagyüzem 9000 operátorral, kötött munkarenddel. Tehát most nem tudom, hogy ugyanazokra gondolunk-e, a potenciális munkaerő tartományban Hát a, Gyakorlatilag a, a 20 éve munkát nem vállaló Igen. élő Igen. emberekről hát azokat, beszélünk, mert azokat, hiszen azokat, ők nem dolgoznak. Azokat nem lehet bedobni, ha elindul a termelés, bedobni egy, pl. egy 12 órás műszakba. Az idehozott embereket, akiket kontinentbe tartanak, az, az mindenfajta probléma lesz. Hát először az Európai Uniós tagok vagyunk, is ott vannak különböző játékszabályok. Tehát például nem biztos, hogy meg lehet azt csinálni, hogy, hogy nem hozhatod a családodat. Nem biztos, hogy meg lehet csinálni. Ha, ha ma viszont hozhatja, akkor ez egy más típusú probléma, mert a, a, magyar polgár nincs felkészülve, még Budapesten sem nagyon, például itt azért lát mindenfajta típusú embereket, ami hallgatóink. Hát ahogy jövök ma órán, ott volt 6 magyar és 22 nem magyar. És ez, ez egy viszonylag szokásos az én kurzusaimban. Különböző bőrszínűek. Úgyhogy ez egy óriási társadalmi probléma, a tömeg, ami megoldható lassan, de kérdés, hogy valóban érdemes egy kínai nagyüzem miatt. És akkor innentől kezdve már lesz, hogy nem tudom most közgazdászként, hogy akkor miért jó. Mert ne nem találtam olyan levezetést, azon kívül, hogy a német autóiparnak jó, mert ezt szokták mondani, hogy ne, a, ne maradjunk ki az autóipari modernizáció. Hát nem maradjunk ki. Na de miért pont a pünktlich, az akkumulátort kell gyártani, és nem például a szoftvert, az adatgazdaságot, még akár a kábeleket is. Szóval sok mindent lehet gyártani, amely kisebb energiaigényű, és a magyar adottságoknak jobban megfelelő. Lehet, hogy ezzel büszkébbek tudunk lenni a világ előtt. Ugye Szijjártó Péter most azt mondta, hogy már nem a harmadikak leszünk, hogy korábban tervezte, hanem a másodikak az akkumulátorgyártásban az egész világon, és elsők csak azért nem, mert nincs az tengerünk. pont Kína. Nincs tengerünk. Hát ja, az, az nincs. No, azért, mert csak mondom, az a technológia, az egy vegyipari technológia és főipari technológia, energiaigényes, ráadásul még hűtésigényes is, és a hűtés mondok, akkor eszembe hogy Paks 2 kellene hűtővíz, de a Duna, az, az a szerencsétlen Duna, az erre nem elég, tehát az még az nincs megoldva, és ezért egy rendes ország, ha atomerőműt épít, akkor a tenger mellé rakja, vagy olyan, techn, vagy olyan drága technológiát vásárol, ami az nem kell annyi hűtővíz. Tehát én azt gondolom, a besz... most ugye a beszélgetés sokat nem tudunk, hogy mit írtak alá, de én azt gondolom, hogy a közgazdasági racionalitás és a technológiai is nagyon kétséges mindabban, amiről most a politikusok beszélnek. Mert nem, ha egy kínai, ha profit érdekeltségű a cég, és nem egy állami láb, már pedig itt ezek elvileg a tőzsdén levő nagy cégek, meg magánbankok, hát, ha van Kínában magánbank, de mondjuk van, a magáncég, azt magáncég, ha profitot termelnek, mi akarnak, akkor ez nem ideális Magyarország 22 óta. 20-ban, amikor kinézték, olcsóra szárom, ugye? Jött egy háború. És bár a magyar miniszterelnök ezt a szót műveletre fordította, katonai műveletre, de azért ez háború. És a háború után az energiaellátás. És egyébként is van egy zöld forra, forda, forradalom, az energia nem lesz olcsó. Tehát aki azt gondolja, hogy olcsó energiát és olcsó munkaerőt Debrecenben, és van víz, meg ilyesmi, megtervez, mire fel akarja építeni, illetve meggondolja magát. És nem azért, mert én leszólom, vagy a következő kormány visszamúgy a szerződést, hanem elkezd osztani, szorozni, és azt mondja, hogy ez ennek nem térül. Nem fog kijönni a matek. Van itt egy adat, ugye a közgazdaság szeretik az adatokat. 2014 és 23 közötti folyamatokat értékeli. És azt mondja, hogy 2014-ben 18,8% volt az Ázsiából érkező tőke, büszkék vagyunk rá 2023-ban, ez már 34%-a az ide érkező működő tőkének. És van egy másik adat, szerintem ez még érdekesebb. Német-izraeli-amerikai hármas adta a beáramló tőke 57%-a helyett már csak a 27%-át. Megfordulnak az arányok. Ugye ez magyarázza Orbán Viktor pekingi látogatását, megmagyarázza a keleti nyitás elmúlt évtizedes történetét, mintha ez lett volna végig a szándék, ne Európa, sokkal inkább a távol-kelet. Nem tudom, Izrael hogy jött ide, mert igazából az... Az izraeli tőkét vonták ezzel még össze, amerikai német Értem, de, de, Az, 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 az adatban így van. Oké, de az kisebb, mint ciprus. Hát valószínűleg jobban tűnik a Tehát valakinek ez a mondat mond valamit, én nekem őszintén nem mond. Eddig, Jó, de ne, de ne ragadjunk le, ed, eddig nem ugye, én nem tudom Jó, ezt szétbontani. Am, ami visszament nagyon, az a francia tőke. Az, aznak az aránya nagyon vissza Hát ők mennek is ki a cégek Mert, ők ki is utálták elég jelentős részben. A Sodex tól kezdve meg a Segdézsőnél, meg ilyen perek is voltak. Csökken az amerikai is csök, de az amerikai csökken, a német az nem nagyon csökken, tehát hogy is mondjam, ha jön még koreai, meg japán, meg még kínai, akkor ugyanaz a tőke állomány, ami itt van, annak az aránya csökken, de az nem azt jelenti, hogy elment. Azt jelenti, hogy nem, jött még egy, és akkor kérdezem én, hogy 30 évvel a rendszerváltozás után miért kell idegen tőke ennyi? Tehát most csak... A, a, nincs Gond... nekünk saját? Hát nincs nekünk saját? Tehát a tőke fejlődés, mert ugye azért a monarchiában is úgy történt a kapitalizmus, hogy jött a francia tőke, vasutat építettek, de egy idő múlva beindul a gazdaság, és akkor megtermeli a saját tőkét. Kiegészíti persze, ö, hitelt vesz fel, meg hitelt nyújt külföldi befektetést eszköz egy magyar cég. Tehát egy idő múlva már nem az kellene, tehát nem 95 van, csak azért mondom, hogy most vadásszuk a külföldi tőkét. Én, én, én nekem semmi kifogás De, nem nincs. Nem azért vadásszuk a külföldi tőkét, mert a magyar kasszában, az államkasszában nincsen pénz arra, hogy valódi áttörések történjenek? A, hát az államkassza ez nem kell. A, 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 az áttörést, azt nem a kormány fogja végrehajtani, hanem az a cégek. Azok a garázszikek, azok a fiatal, most 16 éves gyerekek, akik négy év múlva fel fognak valamit találni. Tehát az állam kaszta az, az arra van, hogy a rendőr az utcán ott legyen, a vonatok pontosan járjanak, az utca ki legyen világítva, az iskolában legyen kémia tanár. Ha ez megvan, az, az, ami ezen felül van, az már csak bónusz. Tehát az állam megmodernizálni gazdaságot? Hát, de mind a ketten már éltünk egy ilyen világban, amikor az meg volt ígérve. Hát a, a vége egy, egy nagyon közepes minőség lett, ami aztán... Ez nekünk mindig meg van itt ígérve. Jó, de tehát akkor újabb mi, és, ugye mi, ezzel ez... kezdtem, hogy újabb és mi, mi, újabb ígéretek. Mi, 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 mi ne ígérjük meg amiket hallgatóknak, hanem vegyék tudomásul, hogy a, a gazdaság az, az, az működik, a magyar gazdaság is működik, a kormánynak pedig nem az a dolga, hogy fejlesz de fejlesztési miniszter van, hát... Ah, igen, népjóléti miniszter is lehetne, de um, az nincsen. Szóval ezek a, 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 én, én voltam a miniszter, és annak megvan a maga becsületes dolga, de hogy azt gondolja, hogy miniszter fordítja meg az ország sorsát, vagy a költségvetés. a költségvetés. A költségvetés az nem erre van. A magyar költségvetés túl nagy, túl sok mindent vállal, és ugyanakkor nem jut egy halom elemi területen. Tehát itt kellene egy új állam, koncepció kellene. Most nem ebbe az irányba megyünk, hanem ugye aktív az állam, elmegy tárgyal, hazahoz, beruház. Hát mikor a miniszter megjelenik a képernyőn, mindig összerezzenek, hogy most mibe fog ez kerülni nekünk. Mert hmm. most már látom, hogy valami jót akar mondani. Nekem az volna jó, hogyha több cég indulna, és a falu helyen is az a vállalkozás az talpon maradna, és be tudná vonni azt a Józsit, akit egyébként nem lehet elköltöztetni Debrecenbe, vagy e, Ráczarmásra, vagy ahol Iváncsára, e, ahol most e, óriási gyárak épülnek, mert az az, az, az zsá, Jó, értem, nem hisz ebben a keleti nyitásban, és abban a módjában, ahogy ebben a módjában nem. más csinálja. nem is így csinálja. Ha arról beszélünk, hogy Ugye itt van egy demográfiai ígérete a kormánynak, hogy addig megy, ameddig nem lesz meg a demográfiai robbanás Magyarországon, és erre rengeteget költ. Most egy kicsit 2024-ben kevesebbet, mint korábban, de még így is sokat. És ennek ellenére 1,5 a termékenységi ráta, a remélt 2,1 helyet. Ez például azt gondolom, hogy Tipikusan olyan helyzet, ami jól leírja a kormányzat működését, tehát elhatároztam valamit, és akkor is megyek, és megyek előre, hogyha ennek nem látom a jeleit, miközben egyébként kívánatos lenne, persze, hogy több gyerek igen, szülessen. Igen, igen. E, így működik a gazdaságban is a magyar kormány? Igen, hát a gond az, hogy vannak jó szándékok, amit az ember támogat, tehát az, hogy családokat támogatni kell, mert ahol gyerek persze. van, ott az több lett költség, és a gyerek az nem csak gyerek, hanem valóban hát jövőbeli adófizető. És ha meg nem született gyerek, nem tud húsz év múlva befizetni a TB kasszába, ami mondjuk az én nyugdíjamat ugye fedezi. Ez egy közgazdász gondolat, ezt a saját gyerekeimen sose láttam még, hogy ők jó adófizetők. Hát pedig azok lesznek, igen, remélem. Tessék végigmenni menni Persze. a körúton, én megcsináltam ezt három percig, és a szembe jövőket nézni, ki fog befizetni én utánam. Hát aki ott fetreng, az nem fog aki, aki a sluszkulcsában játszik, az meg azért nem fog, mert az már most készült ki, megy Grázba, vagy, vagy, vagy nem tudom, Oszlóba, vagy alól, és üzletet köt. Szóval nagyon nagy a demográfiai probléma, nem magyar sajátosság, és bár magyar kormány nagyon helyesen támogatja, abban nem egészen biztos, hogy sikeresen támogatja, már csak azért is, mert a támogatási pénzek nagyon jelentős része szelektíven a Középosztály, sőt, a felső részéhez ment, hogy hétüléses autót lehetett venni viszonylag olcsón. Na most én azt gondolom, hogy hogy sokkal fontosabb teendők lettek volna. Hát majd a családi potlékot, ha megemelik, az egy pár százezer, százezer embernek azt jelenti, hogy kicsivel könnyebben létezik, százezer. Mert van gyerekszegénység is. Úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen és nehéz, nehéz téma. Én a, a demográfiát is figyelem, de a népesség megtartó képességet is. És az volt a kérdés, hogy visszajönnek-e majd. Hát ugye, ez is nem, ugye, ne menjenek el, nagyon. Hát menjenek el, persze, az én hallgatom is, menjenek, el, és jöjenek vissza. Az én gyerekem is, menjenek el, jöjjenek vissza. De a népesség megtartó képesség az azt jelenti, hogy veszélyte, és kelet-közép-európai vonatkozásban nem csak mi, Románia, Észtország a nagyon sokat. Ukrajna most a háború, amit veszítettek, ezért arra nem lehet berendezkedni, hogy többen leszünk. Akkor mire lehet? Hát, hogy aki van, az termelékenyebb, képzettebb. Na, arra, arra be lehet rendezkedni, hogy a, nem lesz, ugye 8, 8 nagyszülő után e, nem lesz 16 unoka, hanem hát e, 7, mondjuk. Kellemetlen. De ők legyenek képzettek, és termeljenek annyi GDP-t, nemzeti jövedelmet, hogy abból még a, a nagypapának a nyugdíja még kijöjjön, plusz még eltartja az államot, plusz még eltartja magát, és, és él is rendesen. Úgyhogy oktatás, tudás, technológia, kultúra... Ezek, ezek a reményeink ez... leginkább. Hát ez azért, ezt, ezt a titkot tudjuk azért már... Adam Smith óta, tehát azt, hogy mit, mitől fejlődik a gazdaság, azt ő megírta. A Wealth of Nations. A könyvét megírta kereskedés, szakosodás, a, a mögött tudás van, a kereskedés mögött jogrend van, kiszámíthatóság. Nem, 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 a körgazdaság az nem annyira bonyolult a dolog, az emberek csinálják reggeltől estig, hagyni kell őket. Van egy, most már hónapok óta tartó nyilvános vita amiben Varga Mihály és Matolcsi György, Nagy Márton és most már Parrag László napi szinten üzengetnek egymásnak, és, egymást, és most már Parragné, vagy hát volt, volt. volt felesége, aki ugye a monetáris tanácsnak is volt tagja korábban. Szóval, hogy, hogy itt olyan üzengetés zajlik, ami nyilvánvalóan egyrészt bepillantást enged nekünk abba, hogy milyen viták zajlanak a különböző tárcák és hatalmak között, másfelől pedig nyilván kárt okoz az országnak. Mert hogy láthatóvá válik az, hogy hogy mennyire nem értenek egyet a szereplők. Ugye az önmagában nem baj, hogy nem értenek egyet, és az se baj, hogy vitatkoznak. Mi el vagyunk ettől szokva. De kell hogy nem az... nekem, vagy szabad nekem ezt látni? Hát el lehet dugni, de nem, én ezzel nem ütköztem meg, inkább azon, hogy eddig tíz volány évig ez nem volt. Tehát inkább az volt a kérdés, hogy miért most, mert az, hogy A meg B-nak rossz vélemény van a másikra, azért lehetett tudni. Hát de nyilván nagyon sok egy Matolcsi György úgy működött a Nemzeti Bankban, hogy egyetértésben Orbán Viktorral, mint korábban gazdasági miniszterként is, egyetértésben Orbán Viktorral. Most itt valami történt? A miniszterelnök nevét most se nevezte meg, mint aki a tévedés áldozata de azt, azt mondta, hogy a kormány, mit, milyen szavakat használt? Ott ültem mellette, hogy tömeg balesetet okozott a kormány, meg hogy kalandor politika volt ez az inflációs hullám. A pénzügyminiszter mellett, ugye az egri közgazdász egy panelban voltunk, tehát és azt mondja, a pénzügyminiszter, nem kell ide ellenzék, mert ugye gondoltam most jövök én, és majd én, hát én is széttéptem az előadásomat, mint Bush elnök, amikor eljött Budapestre, és akkor azt mondtam, hogy hát most már el, helyben kell, úr elmondta amit a, a kritikai részt, akkor nézzünk előre. Tehát ez inkább csak sokatlan volt. Hogy kárt okoz-e? Igazából a kárt akkor van, amikor nem értek ütközéseket fejtenek ki, hogy mi azt gondolom, azt gondolja a fejlesztési miniszter, hogy jobb volna azért egy alacsonyabb szint. Hát azt szokták a politikusok gondolni. A azt mondja, hogy igen, igen, de e, hát az infláció. Ha amikor azt mondja a fejlesztési miniszter, hogy Magyarországnak 4%-ra kellene vinni az inflációs stabilitási definíciót. Hogy értsék a nézők, ő szerinte az a stabil pénz, hogy az infláció évente 4% hát a három is elég sok a kettő is sokacska tehát ez azért a befektet, na ez a befektetők ez zavarja itt az azért, azt azért említsük meg, hogy a növekedés az érv, tehát hogy ez az infláció, ez generálja a növekedést, Igen. hiszen pénzkiáramlást is generál egy Így Igen, Igen, és adósságot, így, és, és inflációt csinál, és adósságot csinál, az adósságot pedig a következő generáció fogja megfizetni. Tehát aki most akar növekedni ilyen körülmények között, az megterhelje az én gyerekeim, unokáimnak a büdzséjét. Köszönöm szépen, hát így is meg van tervelve velünk, hogy túl sokan leszünk annyi gyerekre. Tehát én az egyetlen nem értek egyet, amit, a, amit, az a miniszter mondott, aki már többször itt szóba került, de, de nem meglepő, legfeljebb nem kellene ezt hát a túllátványos, annak pláne nem értettem, hogy mikor a, a, magyar miniszterünk a parlamentben, és hát nem improvizált gondolom, mert a jegyzeteket is gondolom nézegette, azt mondja, hogy a Nemzeti Bank nem tudja megoldani az inflációs helyzetet. És ezért mi kezünkbe vesszük. Na most, ha én beruházó vagyok, hát összerezzenek. Hát a Nemzeti Bankot az azért tartják, hogy oldja meg a Nemzeti Intézmény. Ha nem tudja megoldani, a kormány a kezébe veszi. Hát a kormány a szőrös kezével, a látható kezével. Hát mi Adam Smith-en nőttünk fel, a piasz láthatatlan keze kell, hogy valami harmóniát teremtsen. Akkor árögzítések vannak, akkor kötelező akciók vannak, akkor valamik vannak, amikről aztán utána kimutatják a kutatók, vagy már közben is, hogy inkább rontanak, mint javítanak. Szóval ezek, ezek, nem tesznek jót. A forint nem rezdült bele nagyon, nem, nem, láttam. Tehát ebből is látszik, hogy a piaci szereplők azért néha elengedik kocsi zörgés az ablak alatt, amit ez a zaj. Tehát nem kell annyira komolyan venni, de azért Azért nem jó, hogy egy, egy intézmény vezetője, nemzetintézmény intézmény vezetője a kormányra azt mondja, hogy tömegbalesetet okozott, a kormányfő meg azt mondja, hogy ez, már hát ez nem, nem tudja megoldani, majd én átveszem. Mit vesz át? Hát a központi banki függetlenség az egy uniós belépési feltétel volt. Az nem lehet félretolni az, a nemzeti bankot az unión belül. Ráadásul az nálunk is egy alkotmányos alapvetés. Akkor, tehát, igen. hogy a saját, a saját alaptörvényét sem igen, lépheti így, át a kormányzat. Na végezetül az erről egy mondatot. Mert ha a függetlenségünk, a szuverenitásunk az egyik érv, ami miatt nem vagyunk az erről vezet része, ugye ez a pénzügyi függetlenségünknek az egyik letéteményese, így hallottuk az elmúlt évtizedben. Nem tőlem. Most itt valami nem, változott. Nem tőlem, igen. Igen, nem öntön, nem, igen, nem, igen, nem. Igen, igen. Most itt valami változott, most már Varga Mia is pedzegette, hogy hát azért ez Igen. mégiscsak kellene. De közben Tehát... megyünk Kína felé, Igen. Meg, megyünk Putyin fel, Oroszországa felé. Ez a kettő, ez mintha megint két különböző irány. Két teljesen különböző irány. Az egyik, hogy az uniós tagságból adódik, hogy be kell lépni. B érdemes belépni. C a függetlenségünket nem adjuk fel, hanem beleszólást kapunk az ügyeinkbe. Ugyanis az euró, az a németeknek a nemzeti valutájuk. És a Bundesbank elnöke ott ül, és egy szavazata van az asztalnál. A Bank de France elnöke ott ül, mert a nemzeti valutája Franciaországnak a euró. A görögöknek is az euró. És ha belépünk, akkor az egyetlen veszteségünk lesz a vesző. Mert ugyanis most mi nem teljesítjük azt a feltételt, hogy az eurót óval kell írni, és mi hosszú óval írjuk. Ez az egyetlen, amit fel fogunk áldozni. Amit nyerünk, hogy a Nemzeti Bank tekintélyes elnöke, akkori elnöke, mert azért most ugye, hát a jövő évtizedekről van szó a beszélgetésünkben, ott ül az asztalnál, és szavaz, és egy szavazata lesz. Mert így csinálták meg, elég ügyetlenül, de úgy csinálták meg, hogy a bankelnököknek egy, egy szavazata van. Feltételezem, a Bundesbank elnöke mond valamit, hogy nány, akkor azért a többik is hajlanak arra. De, de ott azért lehet alakítani a mondjuk a kamatszintet. Most nem. Most az Európai Központi Bank dönt, ahogy dönt, és akkor egy pillanaton belül a Magyar Nemzeti Bank azzal találja magát szemben, hogy nem szuverén, hát el tudja felejteni a dolgot, hogy, hogy ott mi van. Úgyhogy le tudta értékelni a forintot, amit nyilván nem tudott volna megtenni az elmúlt évtizedben hát olyan mértékkel, mi mint ahogy ezt Nem a megtette. kormány értékelni le, hanem a, a piac. A piac. Hát, de a banknak, a Nemzeti Banknak is volt egy ilyen eszköze. Az én időmben még le lehetett rögzítve volt. Most azonban lebegő, és amikor elkezd lebegni, akkor elkap minket a, 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 a hányinger a, a lebegéstől, és akkor kapkod a Nemzeti Bank, hogy tudja, mikor 430-ra leértékelte, nem a Nemzeti Bank, nem a kormány, hanem a, a spekulánsok. Ha hát mondjuk a spekulánsok. A piac az a spekulánsok. A spekuláció az egy, az egy normális dolog. Mindannyian spekulálunk hogy melyik busz jön előbb, mire szálljuk fel. A kasszána van egy, egy öreg néni, akkor nem odállok, mert az lassan fog fizetni, ott van három fi, fickó, azok kártya, ez is spekuláció, pozíciót veszek fel a jövőt tekintve. A forint ellen spekuláltak, és 430 forintot kell tenni egy euróért. Mit csinálta a Nemzeti Bank? Ilyetébe fölvitte a már levitt 13 -os, kamar, 18 18 os kamat, szinte 18-ra. 18 os kamat az a világban nyolc ország, ha van előttünk, aki ennél nagyobb komoly szintet alkalmaz. Az Európai Központi Munkában az 5 egész, valahány, a cseh az 6 egész, a lengyel az 7, a román az 6-7. Tehát ezzel bünteti a magyar gazdaságot, és akkor utána a parag elnök úr, meg a fejlesztési miniszter, meg mások azt mondják, hogy irdatlan drága a hitel. Igen, Hát ilyen áron lehet stabilizálni ezt a rozzog a forintot. Ha benne lennénk az euróvezetbe, akkor sok gondunk lenne, de árfolyam problémák nem lenne, mert ott van egy pénz, amelyik olyan, amilyen masszív dollárral szembe egy kicsit mozog, milyen érdekes, de nekünk nem okoz problémát. Már rég benne kellett volna lennünk. Ez egy 9,5 milliós ország. Hát egy móka erre fenntartani egy külön pénzügyi rendszert. És úgy tenni, mintha szuverének lennénk, és még büszkének is kell lenni erre a hufra, hát már kimondani is társaságban külföldön, huf, was your currency, huf. <laughs> az egész. Jó, <laughs> <kicsit gül> komikus. Hát, erről ők teltek, mert nem angolul kellene, és akkor simán forint mennyivel jobban hangzik. már az FT, az meg szintén mást is jelent. Na jó. Professzor úr, köszönöm szépen. köszönöm szépen. Sok mindent megértettünk, azt gondolom, vagy remélem. Ez volt már a ma konkrétan. Bot Péter Ákossal. Köszönöm még egyszer. Önöknek pedig a figyelmet.